Jó napot kívánok! Molnár Csilla vagyok, az Entai Petőfi Sándor Általános Iskolából érkeztem. A mai nap folytatjuk az ismétlést, ahol a területméréssel és mértékegységekkel fogunk foglalkozni. Az embereket már régóta foglalkoztatja a hosszúság mérésének a használata. Eleinte végtagokkal próbáltak meg hosszúságot mérni, így volt a könyök, mint hosszúságmérő eszköz, a kisarasz, a nagyarasz, a hüvelyk, a láb és a lépés. Ez nem bizonyult pontos mértékegységnek, mert hogyha megnézzük a következő képet, akkor láthatjuk, hogy a magas ember sokkal nagyobbat tud lépni az alacsonyabbnál, ezért a hosszúság mértékegységéhez valami olyan egységet kellett kitalálni, ami mindenkinél egyforma, tehát azonos hosszúságú. Na de mi is a hosszúság? Hát a hosszúság az nem más, mint jelen esetben itt az A és B pont közötti távolság, tehát két pont közötti távolság meghatározása egy bizonyos mértékegységben. A hosszúság mértékegységét, mint alapmértékegység, a métert vették alapul. Ez az írásbeliség megjelenésével jelent meg a hosszúság mértékegysége is. Hogyha megfigyeljük, alapmértékegység a méter, de a méternél vannak kisebb, illetve nagyobb mértékegységeink is, ezeket egyéb mértékegységeknek nevezzük. A legkisebb hosszúság mértékegységünk az a milliméter, amit, hogyha 10-zel megszorzunk, akkor 10 milliméter ad 1 centiméter. 10 centiméter fog adni 1 decimétert, 10 deciméter 1 métert, és egy jó nagyot lépve 1000 méter fog 1 kilométert adni. A hosszúságmérés megjegyezhető, illetve maga a hosszúság megjegyezhető, hiszen körülbelül milliméterbe mérjük a körmünk hosszúságának növekedését, centiméterbe az ujjlenyomatunkat, deciméterbe a tenyerünk belsejét, méterbe egy nagyobb lépést, és hogyha 1000 ilyen nagy lépést teszünk, akkor 1 kilométer utat tettünk meg. A terület az nem más, mint az alakzatnak a vonallal körül határolt része. Tehát nem más, mint ez a belső szürke mező. Jele a T. A négyzet esetében a terület kiszámolható a két szomszédos oldal szorzatával, tehát A szor A-val. A téglalap esetében is a két szomszédos oldal, csak itt már A szor B szerepel. Így a terület számítását a négyzetnél A szor A, a téglalapnál pedig A szor B képlettel tesszük. Itt már a mértékegység is változik, hiszen hogyha terület mértékegységéről beszélünk, akkor négyzetméterről beszélgetünk. Mint mondtuk, a terület mértékegység alapmértékegysége a négyzetméter, és ennél is vannak kisebb, illetve nagyobb mértékegységeink is. A legkisebb terület mértékegységünk a négyzetmilliméter, 100 négyzetmilliméter fog alkotni 1 négyzetcentimétert, 100 négyzetcentiméter 1 négyzetdeciméter, 100 négyzetdeciméter a négyzetméter, 100 négyzetméter alkot egy ár, 100 árból lesz egy hektár, és 100 hektár egy négyzetkilométer.
hogyha kérdezitek, hogy miért van ilyen sok terület mértékegység, hát azért, mert mindent másba mérünk. Például az épületeknek a területét négyzetméterbe fejezzük ki. A képen a Zentai Városháza látható. Vajdaságból érkezőek vagyunk, és itt rengeteg a szántóföld. A szántóföldeket hektárban mérjük. Az országok területét pedig négyzetkilométerben. A képen országunk, Szerbia térképe látható, amit már természetórán megismertél. Térjünk vissza a terület mértékegységére. A terület mértékegységével és azoknak az átváltásával sokat lehet játszadozni. És nem véletlenül van a képen, a táblán ez az ábra, hiszen azért van itt, hogy segítsen nekünk a mértékegységek átváltásában. Hogyha keressük, hogy az egy négyzetméter, az hány négyzetdeciméter, akkor az ábrát vesszük figyelembe, és látjuk, hogy a négyzetdeciméter az kisebb mértékegység a négyzetméternél, tehát ezt, hogyha megszorozzuk 100-szal, akkor rájövünk, hogy az egy négyzetméter a 100 négyzetdeciméter lesz. A 43 négyzetdeciméterből, ha négyzetcentimétert akarunk, megint a nagyobbból kisebbet szeretnénk, megint szorozzuk 100-szal, és kapunk 4300 négyzetcentimétert. Az 1000 négyzetmilliméterből, ha négyzetcentimétert szeretnénk, itt már a kisebbet akarjuk nagyobbra váltani, tehát itt osztanunk kell 100-szal, 10 négyzetcentimétert kapunk. A 7 négyzetméterből négyzetdeciméter úgy lesz, hogy szorozzuk 100-szal, így 700 négyzetdecimétert kapunk, és az 500 négyzetcentimétert, hogyha elosztjuk 100-szal, akkor 5 négyzetdecimétert fogunk kapni. A 2100 négyzetdeciméterből négyzetméter úgy lesz, hogy elosztjuk 100-szal, így 21 négyzetmétert kapunk. Az 1300 árból hektár, ugye a hektár nagyobb az árnál, tehát megint osztanunk kell 13 hektárra. 9 négyzetkilométerből négyzetméter, hogyha megnézzük, akkor 100-szor 100-szor 100 négyzetméter alkot egy négyzetkilométer, tehát az azt jelenti, hogy 1 millióval kell szoroznunk, és a 9 négyzetkilométer az 9 millió négyzetméter lesz. Az 500 négyzetméterből, hogy ár legyen, osztanunk kell, és 5 árat fogunk kapni. A 8 négyzetméterből, hogy négyzetdeciméter legyen, itt szorzunk, és 800 négyzetdeciméter lesz. 5760 négyzetdeciméter, ebből lesz nekem 57 négyzetméterem, mert hogy elosztom 100-szal, és marad 60 négyzetdeciméterem. A 6893 négyzetmétert szintén elosztom 100-szal, így lesz 68 ár, és marad 93 négyzetméterem. A 9 négyzetkilométerből hektár úgy lesz, hogy megszorzom 100-szal. A 8 hektár 21 ár, itt
szintén szoroznom kell, és 821 árat kapok. A 7 négyzetkilométer, megint szorzom, de most már nem 100-szal, mert hogyha megnézem azt a felső ábrát, akkor 100-szor 100-szal, és így ez 70 ezer ár lesz. És hogyha az 1 hektár 3 ár 7 négyzetmétert akarom négyzetméterre átalakítani, akkor a következőként fogok dolgozni. Megnézem, hogy az 1 hektárban hány négyzetméter van. Az 1 hektárban 100-szor 100 négyzetméter van, tehát az 10.000 négyzetméter lesz. A 3 árban 300 négyzetméter lesz, és marad még nekem a 7 négyzetméter. Ezeket, hogyha összeadom, akkor 10.307 négyzetmétert fogok kapni. Hogyha négyzetméterbe kell kifejeznem a törteket, akkor az 1/2 négyzetkilométert úgy fogom kiszámolni négyzetméterben, hogy megállapítom, hogy 1 négyzetkilométerben van 1 millió négyzetméter, ezt elosztom a 2-vel, mert az a nevező, és megszorzom az 1-jel, mert az a számláló, és így 500 ezer négyzetmétert kapok. Az 1/4 hektárba megállapíthatom, hogy van 10.000 négyzetméter. Ezt, ha elosztom a 4-jel, és megszorzom az 1-jel, mert 4 a nevező és 1 a számláló, akkor 2.500 négyzetmétert kapok. Az 1/8 négyzetkilométer megállapíthatom, hogy 1 négyzetkilométerbe 1 millió négyzetméter van, amit elosztok 8-al, mert az a nevező, és megszorzom 1-jel, mert az a számláló, és így 125 ezer négyzetmétert kapok. Továbbra is négyzetméterbe kell kifejeznem az 1/4 árat. Megállapíthatom, hogy 1 ár az 100 négyzetméter, amit elosztok 4-jel, megszorzok 1-jel, tehát 25 négyzetmétert kapok. Az 1/5 négyzetkilométerben van 1 millió négyzetméter, ezt elosztva a nevezővel, megszorozva a számlálóval, 200 ezer négyzetméter. Az 1/10 hektár, azt, hogyha elosztom a 10-zel és megszorzom a 100-zal, akkor 1000 négyzetmétert fogok kapni. Hány árral nagyobb az 1 hektár szántóföld területe az 1 ár területénél? Az 1 hektárt átváltom árba, 100 ár lesz, és ebből a 100 árból, hogyha kivonom a 10 árat, 90 árat fogok kapni. A 45 ár pedig 55 árral kisebb, mint 1 hektár. Mennyivel kisebb az 1 hektár területű négyzet az 1 négyzetkilométer területű négyzetnél? Az 1 négyzetkilométert átalakítom először hektárba, az 100 hektár. Ebből a 100 hektárból kivonom az 1 hektárat, és megállapíthatom, hogy 99 hektárral kisebb a második négyzet területe. A Föld felszíne körülbelül 510 millió négyzetkilométer. A szárazföldek területe pedig 149 millió négyzetkilométer. Mekkora a vizek területe? Mit teszek? A Föld felszínének területéből kivonom a szárazföldek területét, és megállapíthatom, hogy az 361 millió négyzetkilométer, tehát a válaszom, hogy a vizek területe 361 millió négyzetkilométer. A Föld kontinenseinek összesített területe 160
35.175.000 négyzetkilométer. Ebből Európa területe 10.533.000 négyzetkilométer. Mennyivel kisebb Európa területe a többi kontinens összesített területénél? Megtanultuk a kontinenseket természetórán, úgyhogy most csak meg kell állapítanunk, hogy az öt kontinens területénél mennyivel kisebb Európa területe. Mit teszek? A 135.175.000 négyzetkilométerből kivonom Európa területét, ami a 10.533.000 négyzetkilométer, így megkapom a választ, Európa 124.642.000 négyzetkilométerrel kisebb a többi kontinens összesített területénél. A tanterem padlózata 72 négyzetméter területű. Az iskola udvarában lévő sportpálya területe pedig 2450 négyzetméter területű. Mennyivel nagyobb a sportpálya területe a tanterem területénél? Mit teszek? A sportpálya területéből kivonom a tanterem területét, és megkapom azt, hogy a sportpálya 2378 négyzetméterrel nagyobb a tanterem területénél. Egy saktáblának a területére leszünk kíváncsiak. A saktáblának az egy mezője 16 négyzetcentiméter területű. Mekkora a teljes saktábla területe? Hát ahhoz hoztam egy saktáblát, és hogyha a saktáblát megnézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy a saktábla mezőinek száma 8x8. 8x8, már tudjuk, hogy 64. Amint megkaptam a mezők számát, ezt meg kell szoroznunk a 16 négyzetcentiméterrel, hiszen egy mezőnek a területe 16 négyzetcentiméter. Hogyha megszoroztam, akkor meg is kaptam a választ, hogy a saktábla területe 1024 négyzetcentiméter. A parkban a pázsit területe 8 ár 40 négyzetméter. A pázsiton 8 munkás nyírja a füvet. Mekkora füvet nyírnak le külön-külön, ha egyenlő részben osztozkodnak a munkán? A 8 ár 40 négyzetmétert kell átalakítanom, mivel tudom, hogy egy ár az 100 négyzetméter, akkor könnyen megtudhatom, hogy a 8 ár 40 négyzetméter az 840 négyzetméter lesz. Ezt, hogyha elosztom a munkások számával, akkor 105 négyzetmétert kapok, ennyi területű pázsitot kell a munkásoknak lenyírniuk. Azt tanultuk ezen a tanórán, illetve azt ismételtük át, hogy a legkisebb területmértékegység a négyzetmilliméter, ezt követi a négyzetcentiméter, négyzetdeciméter, négyzetméter, ár, hektár és négyzetkilométer, a váltószám pedig a 100. Ezzel megköszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok!